The Hungary-Romania cross-border cooperation program aims at increasing the attractiveness and competitiveness of the border area by encouraging partnerships and joint solutions across borders. In the 4 Hungarian and 4 Romanian participating counties, the initiative has generated many successful cooperation actions, gradually improving the quality of life for nearly 4 million residents. The program managed to focus on a variety of local needs, covering 9 different areas, like transport, communication, environmental protection, business, tourism, research, development and innovation, education and labor market, healthcare and risk prevention, and cooperation between communities. There are several different groups benefiting from the results of the program, such as the inhabitants of the border area, tourists, private companies, NGOs, scientists, teachers, experts, students, and all the organizations participating in the projects. Now we invite you to embark on a journey across the border area and have a closer look at some good examples of cooperation projects being implemented within the program, trying to lay the foundations of a common and better European future. Ez a kerékpárút ugye a határmenti együttműködési programban valósult meg most 27,5 km hosszan, egyébként Békéscsaba és Nagyszalonta között 58 km a teljes táv, és reméljük, hogy a következő időszakban a többi részét is meg tudjuk egybefüggően építeni. A Nagyszalonta-Békéscsabai kerékpárút több fontos jelentőséggel bír. Az első, ez a közlekedés biztonsága, hiszen a főúton kerékpározó kerékpárosok a legvédtelenebb résztvevői a közlekedésnek, és őket is meg kell óvnunk a közlekedés ártalmaitól. Egy leválasztott közlekedés mindig biztonságot jelent a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek számára. A második, a szomszéd országgal történő kapcsolatok bővítése, ugye a települések, rokonok tudják egymást látogatni korszerű, olcsó és egészséges megközelítéssel, közlekedési móddal. A harmadik dolog az pedig a turisztika, a sport, a szabadidő eltöltésének a hasznos módja, hiszen 40-50 kilométeres kerékpáros túrákat is lehet tenni, látványosságokkal országon belül, országon kívül, és mindenki számára hasznos és egészséges. Zona metropolitană Oradea a implementat proiectul îmbunătățirea infrastructurii de acces la servicii internet în zona metropolitană Oradea și orașul Debrețin. Proiectul DigiConnect este un proiect care a fost implementat în cadrul programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013. Practic, prin intermediul acestui proiect am achiziționat și instalat 32 de echipamente care permit accesul la internet prin wireless, astfel încât să creștem gradul de conectivitate al cetățenilor, turiștilor, respectiv investitorilor la servicii de internet. Tot în cadrul proiectului DigiConnect am instalat 2 infochioșcuri la nivelul municipiului Oradea, respectiv la nivelul comunei S. Martin, care permit un mai bun contact între cetățeni și autoritățile locale. Ceea ce am urmărit prin intermediul acestui proiect este în special reducerea decalajului digital între zona rurală și zona urbană, contribuind, sperăm noi astfel, pe termen mediu și lung, la îmbunătățirea comunicării și accesului la internet și astfel la dezvoltarea economică a zonei de graniță. Az E-Teátrum, a Virtuális Színház Kulturális Híd című projektnek elsődlegesen az volt a célja, hogy valóban egy kulturális hidat tudjunk teremteni Magyarország és Románia között, ami gyakorlatilag infokommunikációs technológiákra épül. És ennek keretében Szegeden és Temesváron kiválasztásra került egy színház iránt érdeklődő tehetséges fiatal csoport,
amely egy éven keresztül az infokommunikációs technológiáknak köszönhetően közösen tudott egy olyan tehetséggondozásban is innovációnak számító módszertant kialakítani, ami alkalmas arra, hogy egymással kapcsolatokat tartsunk, egy valódi közösséget, egy virtuális közösséget építsünk. Ennek a módszertannak a segítségével gyakorlatilag leküzdöttük azokat az akadályokat, amit a határok és a fizikai korlátok jelentettek, hiszen egy online élő kapcsolattal lehetett helyettesíteni ezt a fizikai együttlétet, úgyhogy gyakorlatilag egy szinkronban, egymással párhuzamosan végbe menő élő online produkció zajlott, egy közös előadás, ami két helyszínről hozta össze és fogta össze szereplőket. Localitatea unde ne aflăm este localitatea Zerin, pe malul Crișului Negru, în apropiarea frontierei româno-maghiare și suntem în zona de desfășurare unui proiect transfrontier care se desfășura anul trecut și s-a terminat recent. Discutăm de un proiect în domeniul apărării contra inundațiilor care conținea o consolidare de maluri de aproximativ 471 de metri pe Crișul Negru. Construirea unui centru de apărare care se află în spatele nostru pentru, în cazul intervenției de apărare, să se poată interveni din zonă și discutăm despre reconstrucția unei mire automate care asigură date automate către partea maghiară în situația inundațiilor. Prin aceste lucrări s-a reușit a îmbunătăți substanțial capacitatea de apărare în zona de frontieră, care are efecte atât pe teritoriul român și cât și pe teritoriul maghiar, respectiv asigurăm apărarea localităților din zonă. Prezentul proiect s-a realizat în cadrul programului de cooperare transfrontalieră România-Ungaria-Huro-CBC 2007-2013. În urma implementării proiectului Hidroforest s-a realizat prezentul centru de prezentare și informare ale valorilor naturale a microregiunii. Cursul inferior al râului Tur este declarată area protejată în lungime totală de 43 de kilometri. Această microregiune cuprinde circa 48.000 de locuitori. Rolul nostru este conștientizarea cetățenilor că pe arile protejate sunt niște reguli care trebuie să le respectăm. Nu putem construi pe mijlocul pășunilor, nu putem ara pășunile tradiționale, astfel am distruge habitatele speciilor autohtone din zonă. A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara partnerével, a Nagyváradi Önkormányzattal közösen valósította meg projektjét a Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program támogatásával. A program keretében egy-egy non-profit üzletfejlesztési központot hoztunk létre a határ két oldalán lévő megyeszékhelyeken. Ezeken a helyszíneken nem csak a kamara, illetve az önkormányzat került elhelyezésre, hanem olyan non-profit vállalkozásfejlesztő szervezetek, amelyek együttműködése, szinergikus hatása révén a vállalkozások emelt szintű szolgáltatásokat kaphatnak. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy újabb üzletek, újabb befektetések jöjjenek létre a határ két oldalán. A beruházás eredményeként új munkahelyek is jöttek létre, nem beszélve azokról az új munkahelyekről, amelyeket a vállalkozások hoznak létre az intenzívebb, hatékonyabb együttműködésük révén.
Ne aflăm în incinta unei sere în orașul Jimbolia, realizată printr-un program de cooperare transfrontalieră Ungaria-România. Această seră ne ajută să aprovizionăm cu legume centrele sociale din subordinea și primăriei și a Consiliului Local. Aici vorbim de cantine sociale, de bucătăriile și cantinele creșelor și ale grădinițelor din zonă și bucătăria spitalului din orașul Jimbolia. În această seară producția este bio și eco, putem spune, nu folosim chimicale sub nicio formă. Încălzirea facem cu apă termală, dat fiind faptul că este construită în apropierea unui puț, avem un izvor de apă termală. Construcția acestei sere a creat și 6 noi locuri de muncă în orașul Jimbolia și vorbim de personalul care deservește această seră. A Magyar-Román Határmenti Együttműködési Program keretében sikerült megvalósítanunk a gasztronómiai utazás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Szatmár megyében című projektet. Ebben a projektben a két megyének a néprajzi tájegységeit alapul véve igyekeztünk megvizsgálni, hogy milyen gasztronómiai örökségekkel rendelkeznek ezek a tájegységek. Ezeket bemutattuk egy látványos könyvformájában, és ugye, hogy ne csak könyvben, papíron legyenek ezek az ételek megtapasztalhatóak, ezért két nagyszabású fesztivál megrendezésére is sor került a pályázaton belül. A Szatmár megyei tanács és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat volt a partnere a megyei fejlesztési ügynökségnek, és ez a partnerség tovább folytatódik, ez a tevékenység nem állt meg itt, igyekszünk a kulturális és gasztronómiai célú térségfejlesztésre további projekteket indítani. Ugye a két megye gasztronómiai kapcsolatán túlmutat azért a tevékenységünk. Ugye azt tudni kell, hogy a térség rendelkezik olyan egyedülálló, nagyon jó állapotban lévő és egymástól csak kilométerekre található középkori eredetű templomokkal, amelyet sikerült egy útvonalba integrálnunk, és sikerült egy olyan infrastruktúrális fejlesztést aktiválnunk rá, amelyek gyakorlatilag helyreállítják az eredeti állapotot. Ilyen szolgáltatásomnak kialakítása a következő lépés, hogy valóban ide tudja hozni a turistát, és egy nagyon koncentrált, tematikus csomagot felajánlva több napos tartózkodásra tudja tartani őket. Biserica noastră în care ne aflăm acum, în satul Hotar, beneficiază de un suport financiar și nu numai din partea comunității europene, prin care va fi reabilitată și restaurată. În momentul de față este reabilitată partea de lemn, urmând ca în viitorul apropiat și cea de interior, adică pictura care există și care a mai putut fi salvată. Proiectul vizează punerea în valoare a patrimoniului cultural comun din județele Bihor și Hajdú-Bihor. Pentru că județul Bihor are un număr de 60 de biserici de lemn care se găsesc pe lista monumentelor istorice, ne-am gândit să alegem pentru restaurare un număr de 2 biserici care sunt de categoria A. Prin acest proiect se va realiza o cunoaștere reciprocă mai amplă între comunitățile locale. Noi sperăm că unul dintre efectele principale va fi și dezvoltarea turismului în cele două județe. A projekt egy határon átnyúló infrastruktúrális beruházás projekt volt. Szegeden olyan beruházásokat hajtottunk végre, amelynek segítségével sokkal precízebben tudjuk vizsgálni a hirtelen szívhalál kialakulási körülményeit. Ennek következtében
egy új DNS szekvenátort szereztünk be, amelynek segítségével meg lehet állapítani, milyen genetikai hibák okozhatnak hirtelen szívhalált, illetve a beruházás kapcsán sikerült kialakítani egy olyan állatházat, amely megfelel az EU legszigorúbb előírásainak, és amelyen lehetővé válik a hirtelen szívhalál kísérletes körülmények között történő vizsgálata is. A temesvári partner hasonló összegű beruházásokat hajtott végül, egy új modern konfokális mikroszkóp laboratóriumot építettek fel, melynek a segítségével például azokat a mintákat is lehet vizsgálni, amelyekre mi nálunk nincs lehetőség. A harmadik elem a beruházásnak, a sportolók hirtelen szívhalálának a vizsgálatának a lehetősége, ehhez egy olyan speciális EKG rendszert fejlesztettünk ki, amelynek a segítségével a sportolók a testedzés közben is lehet vizsgálni. Észre lehetne venni azokat az apró elektromos, elektrofiziológiai elváltozásokat, amelyek elképzelhető, hogy hátterében álltak azok a hirtelen szívhalál esetek, amelyek megelengedték az elmúlt évben a Magyarországot is. În cadrul acestui proiect au cooperat Universitatea din Oradea și Universitatea din Debrețin. Cele două universități și-au propus și-au și realizat să creeze o infrastructură comună de cercetare în domeniul energiei eoliene, solare, energia geotermală și biomasă. În cadrul proiectului, pe fiecare pachet de activități s-a lucrat în echipe mixte. În fiecare echipă au existat membri de la Universitatea din Oradea și de la Universitatea din Debrețin. Az eddigi külön szálon futó kutatásokkal ellentétben most egy konkrét területre az összehasonlítható mérésekre fektettük a fő hangsúlyt. Meg tudtuk állapítani, hogy melyek azok az energiaforrások, amelyek a jövőben leginkább hasznosíthatók ezen a konkrét területen. Ehhez nagy segítséget nyújtott a HURO program keretében vásárolt eszközök beszerzése. Határon átnyúló magyar-román együttműködési projekten belül két alfeladat zajlott. Az egyik volt a kompetencia alapú felkészítés, amelyet én vezettem a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola részéről. Ennek a kompetencia felmérésnek alapvető célja az volt, hogy megvilágítsuk, körülhatároljuk azokat a személyiség tulajdonságokat, jellemzőket, amelyek biztosíthatják a határrendőrök eredményesebb szolgálati tevékenységét, fellépését. Ennek során különböző felméréseket végeztünk és interjúkat készítettünk, amelynek végkövetkezménye egy kompetencia térkép lett, amelyet felhasználhatnak a képzés során, a felvételi során és a szakmai gyakorlatok teljesítése során. A doua dimensiune a constat în elaborarea unui pachet de instruire în domeniul procedurilor Schengen, care a fost instalat pe un server achiziționat de asemenea din resursele acestui proiect. Programul de instruire în sistem e-learning este extrem de util în pregătirea Poliției de Frontieră Române și a Poliției Ungare. Fizic, acest server este instalat în România și este accesibil din orice locație din Poliția de Frontieră Română, respectiv Poliția Ungară. Ne aflăm la școala gimnazială Aurel Vlaicu din Arad, școală care a desfășurat în anul trecut un proiect HURO, proiectul împreună pe calea cunoașterii, în parteneriat cu școala Németh László din Hodmezővásárhely, Ungaria.
Acest proiect a contribuit la întărirea legăturilor dintre parteneri prin participarea cadrelor didactice la cele două cursuri de formare, la dezvoltarea competențelor sociale ale elevilor care au participat la tabere și la explorarea identității culturale a fiecăruia dintre parteneri prin festivalul intercultural. Festivalul cultural a fost posibil datorită investițiilor făcute în sala de sport a școlii, scenă mobilă, sistem de sonorizare și iluminat, și care au făcut posibil desfășurarea acestui festival. Proiectul s-a încheiat, însă colaborarea dintre cele două instituții continuă datorită legăturilor strânse dintre elevi și cadre didactice. Az Európai Uniós határon átnyúló magyar-román pályázati lehetőségek keretében az Arad megyei kórházzal egy közös projektet valósítottunk meg, aminek keretében mindkét oldalon több röntgenberendezést vásároltunk, illetve egy olyan informatikai rendszernek a megvételére is sor került, amely lehetővé tette a teljes együttműködést, az úgynevezett telemedicinális, teleradiológiai együttműködést a két kórház között, ami azt jelenti, hogy ha itt elkészül egy röntgenfelvétel, akkor ezt ezen az informatikai rendszeren keresztül el tudjuk juttatni Aradra, ott is megnézik, és a kollégák, ha úgy tetszik, közösen értékelik a leletet. Úgy gondolom, hogy ez több szempontból is rendkívül hasznos. Hasznos egyrészt azért, mert a tapasztalatokat ki tudják cserélni, másrészt a betegek kölcsönös ellátására is lehetőség van a pályázat következtében. Ne aflăm în Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, secția de obstetrică-ginecologie. Înainte de a derula acest proiect, am avut o problemă, atât noi cât și Spitalul din Seged, partenerul nostru, în ceea ce privește echipamentele medicale pentru tratamentul infertilității feminine. O problemă care afectează foarte multe femei, aproximativ 10% din cazuri. Am reușit să achiziționăm echipamente medicale și de asemenea am realizat instruiri comune, workshop-uri în care am avut atât parte teoretică, schimb de experiență, cât și parte practică, operații la pacientele cu infertilitate feminină. Cele mai frumoase rezultate ale proiectului sunt cele trei sarcini obținute din 27 de femei care au fost operate în cadrul acelor workshop-uri. Una dintre femei, care în decurs de 5 ani a încercat să obțină o sarcină și n-a reușit, acum are 8 luni urmând ca să nască. Itt vagyunk az Eleki Művölődési Házban, és be tudjuk mutatni Elek Ótlaka Szent Anna által közösen benyújtott Népi Kultúrák Bölcsője című pályázatot. A pályázatnak alapvetően a célja az volt, hogy a helyi néphagyományokat, a helyi népi kultúrát, a helyi népszokásokat megismertessük a fiatalokkal. Ez nagyon sikeres pályázat volt, hisz mindhárom településen a kulturális tánccsoportok, közös műsorok, közös fellépések mellett megismerték egymás hagyományait. A különböző falunap, illetve városnapokkor ezek a hagyományok mind bemutatásra kerültek, ami mindhárom településen igen nagy sikerrel valósult meg. Volt lehetőségünk a projekt keretén belül a népviseleti ruháknak, cipőknek a megvásárlására, illetve a zenekar számára különböző hangszerek, eszközök megvásárlására, ami hosszú távon biztosítja, hogy ezeket a kulturális értékeket közönség előtt is be tudjuk mutatni. A program során nagyon sok személyes kapcsolat alakult ki, azóta is összejárnak a település fiataljai,
és mint említettem, a falunapokon, városnapokon és különböző rendezvényeken is visszajárunk ezekre a településekre. Aș vorbi astăzi despre un proiect deosebit de important pentru muzeul nostru, SAMCULT. Acest proiect s-a realizat împreună cu partenerii noștri, mai bine spus, cu prietenii noștri, de la muzeul din Matei-Solco. Acest proiect a luat naștere prin faptul că noi am încercat să vedem care sunt lucrurile care ne leagă. Și atunci am stat în jurul mesei și, povestind, ne-am dat seama că mâncarea este un astfel de lucru. Kutatás eredménye lett egy fantasztikus háromnyelvű táplálkozási szakkönyv, vagy szakácskönyv, egy folyóirat, egy SAMCULT nevű folyóirat, amely a programnak a címe is volt, egy fotóalbum, egy háromnyelvű film a magáról a kenyér készítéséről, és egy rendkívül remek fotókiállítás, amelyben prezentáltuk azokat a kutatási eredményeket, amelyet az elmúlt egy év során feltártunk. Úgy érzem, hogy a célkitűzés megvalósult, közel hozta egymáshoz a határ két oldalán élő kutatókat, azokat a településeket, azt a 9 települést, ahol a kutatást folytattuk, illetve megvalósult az a cél, hogy a két múzeum szakmai és emberi kapcsolatai erősödjenek. Thanks to the activities of the more than 450 cooperation projects, the program managed to maximize its impact on the border area. The active involvement of nearly 1,100 partner organizations makes possible many valuable accomplishments. 280 kilometers constructed and reconstructed roads and bicycle paths. 72 joint environmental protection and management actions. 12,900 businesses involved in cross-border cooperation projects. 34 healthcare establishments developed. 157,000 people participating in joint events. In an ever-changing world, the Hungary-Romania cross-border cooperation program is supporting the EU to become a smart, sustainable and inclusive economy.